Felhívom Zsoltiékat, megkérdezem tőle, hol vannak. Tom? Nem, itt Boris. Milyen Tom? Tom Cruise kijött egy fodrászüzletből és azt mondta nekem, hogy harapjam le a lábszőrét. Jó, akkor inkább a többieket hívom. Azt ugye vágod, hogy egy órája itt ülünk és körülbelül 5 perc múlva a vizsgán kéne lennünk. Szerinted, ha ezt az őseink megtudják, mit fognak szólni? Szerinted a japánok vagy a kínaiok perverzebbek? Nem tudom, de ilyenkor marhijesztő vagy. A bugyimba tettem a telefont, és rezgőre állítottam. Hívjál gyorsan, kérlek! Igen? Szia, itt Boris! Merre vagytok? Segítség, beszorultunk! Ja, és hozd a sékeremet is, léci! Egyéb más kérdés? Oda fogtok érni időben a vizsgára? Hát, hogyha csak nem tudsz a számológépeddel liftet szerelni, akkor nem. Ájjáj, ez bizony baj. Megfügtem egy csövest. Oda megyünk, megnézzük, mit tehetünk. Ajaj, te készülsz valamire. Te most valamit csinálni fogsz? Vigyázz a vérnyomásodra, ember! Tudtam! Nem jön senki! Gyere, légy szíves, tartsál bokot! Dehogy tartok, összekoszom a kezem. Hova is tartsak? Figyelj, na és most mit fogunk csinálni? Várjál, először átnézik a lehetőségeket. Jó, oké. Ennek így tényleg semmi értelme nincs, és még a kezemet is összekoszoltam. Jó, akkor próbáljuk meg úgy, mivel nem magas a lift, felugrom, elkapod a lábaimat, és megtartasz. Te hülye vagy? Akkor fordítva. És mi lenne, ha megnyomnánk a gombot? Á, gomb! Ez a szó nem jutott eszembe. Muska homoszexuál. Mi van, gyerekek? Azért ennyi ideig nem voltatok bent. Menjünk. Figyelem, mint azt már e-mailben is közöltük, a mai vizsga betegség miatt elmarad. Új időpont, jövő hét szerda 10 óra. Ezért borotválkoztam meg. Legalább elmeltek gyúrni. Csak az a baj, hogy elkezdett esni az eső. Ezek a hülyék meg elmentek vizsgázni.
Tom!